Mai vendégünk Szakács Gábor, Skander bajnok, aki egy igazi, autentikus asztalt is hozott magával, és ki is fogjuk próbálni, de még nem most, hanem először beszélgessünk erről az egész sportról, és utána addig felszívjuk magunkat közben, és megnézzük, hogy ki mit tud. Jó? Na menjünk! Na megint megtörtént az, amiről mindig beszélni szoktam itt a videók elején, és nem biztos, hogy elég komolyan veszette sem, de megint letiltott egy videót a YouTube innen a csatornáról. Úgyhogy, és egy hétig nem is tudtam feltölteni, azért nem láttatok mostanában új adásokat. Szóval 45 ezeren követtek itt a YouTube-on, de oda állt a Rumble csatornán még mindig csak 7 ezeren, tehát a maradék 38 ezeret téged is, ha nem vagy a 7 ezerben, nagy szeretettel várlak, és gyere, kövess a Rumble csatornán, mert ott nincs cenzúra, nem tiltják le a videókat, mindenről lehet beszélni, mindent meg lehet nézni, eljutnak hozzád is a videók, úgyhogy gyere, vár a Rumble. Viszont most a következő napokban ömlesztve az elmaradt videókat feltöltöm ide a YouTube-ra, úgyhogy rengeteg videó meg fog jelenni egymás után, de ne itt nézd meg, hanem látod a képernyőn kiírva is a Rumble csatorna linkjét, de hogyha lent kattintasz a leírásban a linkre, akkor ott közvetlenül eljutsz ennek a videónak a teljes, cenzúrázatlan változatához is. Rumble, ott a helyünk. No migration, no gender, no war. Ezzel a felütéssel posztolta ki Orbán Viktor azt a brüsszeli konferenciát, amit majdnem be is tiltottak, de végül nem sikerült, és a miniszterelnök is felszólalt rajta. Na neked is legyen ilyen pólód. Na, így azért kényelmesebben fogunk tudni beszélgetni, meg itt vannak a többiek is, bár nem tudom, mert hogyha például magyar feng shui-ról van szó, akkor simán végig tudnak ülni egy fél órát, úgyhogy meg se szólalnak. Nem tudom, hogy a Skander az mennyire lesz testhez álló téma. Viszont közben Szamosi Timi is itt van, aki nagyon ritkán jár át velünk ide a hardcore hobbistába, de most azért van itt, mert hogy tulajdonképpen te hoztad Gábort. Igen, mert Gábor családtag. Úgyhogy köszönjük az ötletet. Kíváncsi leszek a végén, amikor élesbe is megnézzük ezt a Skander asztalt, de köszöntünk még egyszer Gábor. Az, hogy Skander bajnok, mert így azt mondanám, hogy Skander bajnok, uh-huh. De hogy versenyszer? Tehát milyenek a Skander versenyek? Mit nyertél? Uh-huh. Igen. Sok magyar bajnokságon indultam már, négyszer meg is nyertem, tehát hogy négyszeres magyar nemzeti bajnok vagyok, jobb kézzel csak háromszoros, azt hiszem, mert bár egyszer sérült voltam. Egyformán? Tudsz mindkét kézzel, teljesen mindegy neked. Igen, az a helyzet, hogy egy versenyen belül mindig van egy jobbkezes, meg egy balkezes kategória minden súlykategórián belül. Tehát súlykategóriák vannak, 75, 85, 95, stb. Én 85 kilóban versenyzem, és azon belül van egy jobbkezes, meg egy balkezes verseny. Tehát van, aki jobbkezes, van, aki balkezes, és van, aki mindkettővel így van. Penge. Te vagy az így utóbbi kategóriába tartozol. Így van, igen. És hányan vannak így, akik mind a két kézzel? Igazából a legtöbbje olyan, hogy mind a kettő kézzel versenyez. A nagyobb versenyekre, világbajnokságra, Európa-bajnokságra sokszor viszont külön neveznek az országok jobbkezes meg balkezes versenyzőket, és aki elmegy, mondjuk, mit tudom én, Európa-bajnokságra, csak bal kézzel indul, vagy csak jobb kézzel. Egyébként ott is mindkét kézzel indultam, de mondjuk ott a versenyzőknek csak a fele vagy harmada ilyen, hogy mind a két kézzel versenyez. És ott mi az eredmény? Hát most volt Európa-bajnokság, és jobb kézzel hetedik, bal kézzel ötödik lettem. Azért az nem rossz, mert gondolom, hogy nem hatan, illetve nyolcan indultak ebben a mezőnyben. Nem. Hát 29 országból jöttek ugye versenyző. Tudom én, 44 vagy 5 hány ország van Európában, nem tudom. Nem jöttek minden országból, de mondjuk ilyen, mit tudom én, Luxemburgból, meg Isle of Man, meg ilyen helyekről. Még mindig nem hallottam országokat. És kik a legjobbak? Ki nyert? Az oroszok. Oroszok. Na, hát tényleg? Igen, meglepő módon, nem? Na, van ez hát, a egyébként... Akkor tiltsuk ki őket a versenyről. Az a megoldás. Most egyébként ki vannak tiltva? Tehát, hogy egyébként... Jó, hogy most ki is plusz, vannak? Igen, majd egyébként nem... Tanka. Tessék? Majd bejönnek tankok. Persze. Egyébként nem ötödik, meg hetedik, hanem hatodik, meg nyolcadik lettem volna valószínűleg. Mert biztos lett volna egy orosz. Mellett volna egy orosz, persze. Jó, akkor az oroszokon kívül. Tehát most ki nyert? Most jobb kézzel egy lett nyert, bal kézzel pedig egy ukrán. Tehát két orosz. Igen, gyorsabb voltam.
De amúgy az azért van, tudod, mert a ladában nincsen szervó. Ó, igen, és igen. És akkor izomból kell, és már gyerekkorok. Sok. De ez a posztszovjet térség a legerősebb? Egyértelműen a posztszovjet térség a legerősebb. Az oroszokon, ukránokon, mondjuk bolgárokon kívül még a kazahok, akik szintén ugye posztszovjetek, ők, akik nagyon komolyak, meg grúzok. Tehát ezek így a legkomolyabb nemzetek. Szóval ugye múlt legutóbbi vendégünk, Hegedűs Tamás, ugye Grúzia nagy szakértője volt, úgyhogy pont egy kicsit még kapcsolódik is, hogy a grúzok miért olyan jók ebben? Szerintem azért, mert ők igazi tejet isznak. Mert ott sincs szervó a ladában, de nyilván van egy. Igen, szerintem ők olyan marhát esznek, ami füvet legel, és annak a tejét is isszák, meg ehhez hasonló, sokkal közelebb élnek a természethez. Én voltam Grúziában egy évvel ezelőtt pont, és hát a kapitalizmusnak sokkal kevés, hát nyilván az is egy kapitalista a társadalom, de sokkal kevés biorganizáló. Azt mesélte Tamás egyébként, hogy egy nagyon, nagyon jó, prosperáló, jól működő ország Grúzia, gazdaságilag is. Biztos, én nem vagyok. De ez nyilván nem zárja ki azt, hogy egyébként amúgy a kapitalizmusnak egy, hogy mondjam, ember és természet közeli formája működjön, tehát valóban rendes tejet igyanak rendes marhából. Ez ennyire fontos nálad is, és most mondanám azt, hogy ebben a sportban, de ez a sport mitől lenne más, mint más sportok? Tehát, hogy a táplálkozás, az a verseny eredményt ilyen módon tudja befolyásolni, és a táplálkozás nem csak az a része, hogy az ember mindenféle speciális porokat, kiegészítőket szed, és nem is kell illegális dolgokra gondolni, tehát egész egyszerűen fehérjék, magnézium, mindenféle, hanem hogy egyszerűen a sima hétköznapi étkezésben a jó minőségű, természetes húsok, tejek, fehérjék, amikről a dietetikusok, meg a természetgyógyászok is sokat beszélnek, hogy mennyire fontos lenne, hogy ne a feldolgozott élelmiszereket együk. Ennek a sportban is egy ekkora szerepe van? Hát szerintem óriási. Tehát, hogy nem lehetne eltúlozni ennek a szerepét. Nem nagyon tudom, tényleg. Szerintem legalább akkora szerepe van a táplálkozásnak, mint magának az edzésnek. Edzés, alvás, meg táplálkozás, ez a három szerintem alappillére van a jó sport teljesítménynek, meg stresszkezelés, ami szintén valamilyen szinten összefügg nyilván az alvással. Én mondjuk pont vegán vagyok, úgyhogy én nem eszem hús, meg tejtermékeket sem, de... Hát én mondanánk, hogy nem is látszik rajtad, hogy vegán vagy, mert egyenre tényleg nem. És miért nem, hogy ezt, ha ez ilyen etikai, vagy egészségügyi, mi az oka? Tíz évet vízilabdáztam, akkor épp két éve már abba hagytam, és hát street workoutoztam, meg kondisztam, tehát hogy... De csak így önszorgalomból akkor. Igen, tehát nem volt semmiféle ilyen végső cél, amit el akartam volna érni. Ezért is volt egyébként jó a Skander, mert az egy folyamatos motivációt ad az embernek, mert a Pista lenyomott engem az előző versenyen, akkor az egy jó motiváció, hogy a Pistát a legközelebbi versenyen lenyomjam, és akkor elmegyek a konditerembe minden nap és edzek. Szóval egy Denis Ciplenkov nevű Skanderesnek néztem a videóit, aki meglepő módon orosz, és egy ilyen óriási mutáns, 145 kilós volt, nagyjából annyi testzsír százalékkal, mint én, úgyhogy félelmetes izomtömeg volt rajta, és mint a gyerekeket pakolgatta le az ellenfeleit, tényleg ijesztő volt, 66-os bicepsze volt az embernek, nekem mondjuk olyan 40-es van. És nekem meg 8-as. Tehát, hogy sokkal nagyobb mindenféle szempontból, mint a... Mint egy normális ember. Mint egy olyan ember, akire azt mondja már az ember, hogy ez ki van gyúrva, és jó fizikummal rendelkezik. És mint a gyerekeket pakolgatta le az ellenfeleit, amikor egyszer csak láttam egy videót, ahol egy 50 éves, szemüveges, többé-kevésbé átlagos kinézetű 50 éves családapával nyomott, és már előre sajnáltam, mielőtt rákattintottam volna a videóra az ellenfelét. És abban a videóban Denis Ciplenkov kikapott attól az 50 éves, szemüveges, 90 kilós családapától 5-1-re. És az így szögerizött a fejembe, hogy fuha. Akkor ezt te is meg tudod csinálni. Igen, pontosan vele asszociáltam magam, mondom, hogy ezt ő meg tudja csinálni. Ezt majd mindjárt mesél, de nekem is eszembe jutott hasonló, hogy én a Cucurelli Endrével szkondereztem egyszer. Jó karba van, tehát nyilvánvalóan, de hát azért egy 20-assal több nálam, akkor én azért akkor is elég keményen edzettem, mert ugye én nagyon alapvetően vékony alkat vagyok, tehát nekem az, hogy mondjuk a bicepszem az ekkora legyen, az iszonyat melló van benne, és akkor még sehol nincs a tiédhez képest sem.
nagyon vicces, hogy valamiért mindig ezzel asszociálják az emberek a Skandert. Mindig, amikor megkérdezik tőlem, hogy mit csinálok, és mondom, hogy skanderezem, akkor azt mondják, hogy az tök jó. Megpofozod. És ezt a pofozós versenyt, ezt ismered? Én az egyébként, mert a Power Slap, az a Rumble videó megosztón, ahol ugye a hobbista is ott van, és ott vagyunk, amióta a YouTube korlátoz minket, és ott ugye csak részleteiben kerül fel a műsor, és de a Rumble-en van óriási Power Slap, tehát ott nagyon-nagyon komoly követő tábor van, és van egy magyar csaj egyébként, aki bajnok. Oh, wow. Nem tudod? Ezt nem tudom. Hát most mindjárt megnézem a nevét egyébként. Ha kicsit beszélsz összefüggően, de akkor még megkeresem van a nevét. Egyébként ilyen booty slap competition is, ezt nem tudom, hogy hallottátok el. Tehát, hogy segrepacsiznak a lányok. Ugyanez, ott főleg, főleg lányokat érdemes nézni szerintem egy ilyen segrecsapó competitionben. Mint ugye a strand röplabdában is. Igen, és strand röplabdában. Ez olyan, mint a brazil szappan foci. Mit ne, ez most nagyon elképesztően ijesztően hangzik. Nem. Segrepacsi verseny. Segrepacsi verseny. Most jeszi googliz, figyelj. Sína Bátori egyébként. Sína Bátori. Sína? Sína Bátori, igen. Oha. Sinológus? Egyébként Szabó Franciska a aha. Valódi neve. Sína Bátori néven versenyez. Aha, érdekes. Mi és ez a Sína? Ez egy női név, hogy Sína? Hát, ez a művész neve. Ez a művész neve. Sína the Hungarian Hurricane. És az amatőrök vannak az olimpián, na most hát ők igen. A köznapi persze, elképzelés alapján ugye ők egyáltalán nem amatőrök, és nem kevésbé jók, mint azok, akik profik, hanem az a különbség, hogy ők az állami támogatásból élnek, a profik pedig pénzdíjas versenyeken vesznek részt. Az állami támogatásból élő amatőrök azok 3 meneteket boxolnak, a profik meg 8-10-12-16 meneteket ugye. Ugyanez a különbség Skanderban is, hogy vannak amatőrök, a világbajnokság meg az Európa-bajnokság az amatőr, ott fölmegy az ember, és egy nagy torna van 30-40 résztvevő, és mindenki nyom mindenkivel, nem mindenkivel, de mindenki nyom valakivel egyet, és hogyha egyet veszítesz, akkor vigaszágra kerülsz, hogyha még egyet veszítesz, akkor kiesel. A profi versenyeknél pedig az van, és itt ez a válaszom egyébként erre a karakter kérdésre, hogy a profi versenyeknél pedig az van, hogy egy ember megy fel egy ember ellen, és nem csak egyet húznak, hanem 6 menetet, vagy 5 menetet, vagy akár 10 menetet, tehát többet húznak egymás után, és ezeknek a profi meccseknek a marketingje, a felvezetése, ugye a meccseket megelőzően, hát akár van több beef. Héttel, persze, több héttel elkezdődik, és megy a trash talk, megy a beef, megy egymás szidása, szidalmazása, mindenféle interjú videók, stb. Nekem is egyébként most itt a reklám helye most június 8-án lesz egy profi Skander meccsem Bécsben, szóval te ki vagy ebben a világban? Ja, én igazából csak Szakács Gábor vagyok. Ja, nincs még egy itt, ilyen. Itt nincs egy ilyen alter egója az embernek, amit magára ölt. De azért, ha azt mondják a Skander világban, hogy Gábor Szakács, akkor tudják, hogy... Magyarországon biztos, hogy nem hiszem, hogy Magyarországon van olyan skanderes, aki már egy ideje benne van, nem teljesen amatőr, és nem tudja a nevemet, szerintem nem nagyon van jó, ilyen. Jó, mert a Hulk Hogan, jó, mondjuk Terry Hogan az igazi neve, de van egy csomó pankrátor, aki a rendes, persze, a valódi nevén futott, és azért Bret Hart, és azért tudták az emberek, hogy igen, tehát igen, azért rólad is akkor így a közönség is. Hát Magyarországon is mindenképpen, és amúgy Európában, főleg így a közép-európai régióban is azért sokan, nem azt mondom, hogy ott mindenki való, nyilván nem mindenki, de ott is azért sokan hallották már a nevet, igen. Biztos. És ez egy olyan dolog, amit elég sokáig is lehet csinálni, hát ha megnézzük, és ugye ez is egy kérdés, és már mindjárt vége a műsornak, de még nem is mondtuk, hiszen a Skanderről mindenkinek az over the top jut eszébe. Hogyne. És ott azért hát látszik, hogy ezt viszonylag előrehaladott életkorban is, hogyha valaki jó benne, akkor, és megmarad ez a bizonyos marokerő, akkor ez működik. Egyébként az reális, amit ott a film ábrázolt? Nem, egyáltalán nem reális. Van benne egy-két jelenet, ami tök jó, ami úgy van megcsinálva, hogy ez szakmai szempontból is helyén való, de összességében azt mondanám, hogy nem, egyáltalán nem. Viszont a másik kérdésedre válaszolva, hogy eléggé előre haladott életkorban is még ezt lehet csinálni, most például a 105 kilós kategóriában a világ talán legjobb, de biztos, hogy az első 3-ban benne levő egyik legjobb versenyzője, egy amerikai Todd Hutchings nevű forma, aki 58 éves, és a 21-22 éves srácokat pakolgatja le. Tehát, hogy igen. Na, de te mennyi vagy?
Én 27 leszek. Van egy 30 évet még ezen a... Ez simán. Ez simán, ez van. Ez tök jó. Igen, igen, mindenki, minimum. Tehát, hogy ő most van a legjobb formájában életében. Tehát, hogy lehet, hogy egy-két év múlva még erősebb lesz, nem tudom. Simán. Na jó, most mit kérdezném, hogy bevállalod-e valamelyikünket, de az is, hogy mi bevállaljuk-e a másodperc alatt. Ambrózi, menjél! Megalázó vereséget, már csak a poén kedvéért is, mert próbáljuk ki, hogy egyáltalán hogy néz ki egy ilyen, mert persze. Elején láttuk, van szkanderasztal, tehát ez nem csak úgy egy íróasztal. Jó, itt is nyilván lehet, de van profi szerkó hozzá. Meg ez ilyen kis kocsmasport, nem? Ugye a fiúk kicsit isznak, és a kocsmában ilyen kis kakaskodások mennek, hogy na, ki az erősebb. Nekem a szkanderről mindig ez volt. Kocsmaszkanderben mindig szokták mondani, hogy nem szabad csuklózni, meg nem szabad használni a testedet. Na, ez most a legnagyobb ellentéte annak, ami valóban. Igen, légy szíves, használd a csuklódot, mert az a lényeg, hogy van ez a háromszög, a csukló, a könyék, meg a mutatom a csuklónk vastag, tehát ugye ez nem a felépített izom, hanem ez a testi adottság, a csuklónk vastagsága közötti különbség. Tehát van ez a háromszög, a csukló, a könyék, meg a váll. Ezt mind a hármat próbálod folyamatosan zárni, hogy minél közelebb húzd magadhoz az én kezemet. Uh-huh. Mert amikor közel van hozzád az én kezem, minél közelebb van hozzád az én kezem, annál könnyebben el tudsz engem vinni oldalra, meg kisebb az erőkor, nekem meg nagyobb. Érted? Világos. Ennyi, szóval ezt próbáld meg magadhoz húzni a centrumot, vagyis a kezemet. A könyöködet pedig emeld fel, így, nem úgy, nézd, figyelj, így. Így emelt fel a könyöködet, azért, mert egész testből el fogsz dőlni arra fele. Igen, igen, értem, igen, igen. A vállad az maradjon lehetőleg párhuzamos az asztalra, és ne próbálj így elforogni, hanem csak nézd, megmutatom, jó? Egyszer csak így erő nélkül megmutatom. Így lemész az asztal alá, és húzod magad után a kezedet. Az a hal, amúgy tök jól csinálod. Na, lehet, hogy akkor indulok a következő versenyen. Többiek közben ide jöhetnek nyugodtan drukkolni, tehát simán. Na, húz egyet akkor, nézzük meg. És dőj le az asztal alá. Azaz, úgy, húzd még magadhoz a könyöködet arrafele. Azaz, és figyelj, most óvatosan vissza foglak húzni, jó? Óvatosan. És ha nem hagyom, akkor is visszahúzol. Óvatosan. Jó. Amúgy jó, nagyon jó erőben vagy. Meglepően jó erőben vagy. Tényleg, ez nagyon köszönöm szépen. Van itt valaki, aki szerintem tényleg a kurccal próbált ki, mert az ő csuklója az... Szerintem vastagabb, mint az enyém, fog a tiéddel, és helyzeti, ekkora helyzeti előnyöd vele szemben nem lesz. Egyikőtök se nyer, akkor jöhet egy másik kocspai sport, amiben éljen. Az Ambrózi. Na, kíváncsi vagyok. Ja, egyébként erre én is. Legyen párhuzamos a válasz az asztal, és próbálj meg nem elfordulni, amikor lemész az asztal alá, hanem így maga, most ne tarts egy kicsit, és csak neked is megmutatom, így magad fele húzza a kezemet, jó? Lehet. És emeld fel a könyöködet, hogy le tudsz menni az asztal alá egész testből. Menj. Azaz. Nagyon jó. És figyelj most. De húz. Ez ennyi elég lesz. Az a baj, hogy nekem is a csuklóm nem az igazi. Ja, értem. De egyébként jó erő van. Na most akkor jövök én. Na nézzük Ádámot, aki... Ádámnak vigyázz, egy... mert ha lenyomod, akkor kickboxolni fog. Igen, tehát Ádámnak van küzdősport múltja. Igen. Ezt nem szoktam reklámozni, azért, mert ez hasznos. Mert alig várod, hogy az ELTE videóknál valaki belétkössön, és megmutathass. Én őszintén várom, hogy meg kelljen védenem magam. Na, hogy csinálom? Várj, a könyökömet fel. Könyöködet fölemeled, és ugye egész testből dőlsz el oldalra, és húzod be, az. Jó, viszont nálam ne fogd vissza magad, én tényleg ki akarom próbálni, meddig megyek, jó? Oké, rendben, oké. Mikor? Bocsánat, de nálunk se fogta vissza magát. Jó, oké. Szóval, hogyha nem tudom, mikor kezdjük.